Sziasztok, Gergő vagyok a Sneakerboxról, ez itt Sneaker Review sorozatunk legfrissebb epizódja. Ebben a részben egy igazi különlegességet hoztam el nektek, ez egy Nike Dunk Retro Quick Strike modell, méghozzá a White Midnight nevű színállásában. Mert egy picit többet beszélnék erről a konkrét cipőről, egy kicsit visszaugranék az időben a Nike Dunk legenda születéséhez. Ugye a Nike Dunk egy kosárcipő, a neve is a zsákolás megfelelőjéből ered, és 1985-ben 8 egyetemi kosárcsapat azt a lehetőséget kapta Nike-tól, hogy saját színállást kaptak a csapatuknak megfelelően, ez akkoriban még egyáltalán nem volt divat. Nem véletlen, hogy a Dunk ennyire hasonlít egy Jordan 1-eshez is, hiszen Jordan ebben a cipőben játszott, mielőtt a saját nevével fémjelzett cipősorozatát megkapta. És az is elmondható, hogy miután a Nike Dunk a maga idejében nagyon sikeres volt, ugye jött a technikai fejlődés, egyre több, egyre technikásabb kosárcipő jelent meg, és így, ha nem is feledésbe, de egy kicsit háttérbe szorult ez a cipő, egészen 1997-ig, amikor Japánban történt valami. A japán sneakeredek olyan szinten felkapták ezt a cipőt, hogy igazi tömegjelenetek zajlottak le a tokiói bevásárló utcán, hogy megszerezzenek egy darabot az original modellekből. Nyilván most így 2016-ban ezeken a cipőkkel kapcsolatos tömegjeleneteken már egyáltalán nem lepődünk meg, viszont az ott a sneakerhegység hajlanál ez egészen meghökkentő volt az átlag emberek számára, hogy mit meg nem tettek egy adott cipőért. És most egy kicsit visszatérve ehhez a cipőhöz, ugye fehér, sötétkék színállásban van, White Midnight nevi, és ami egy kicsit különleges még rajta, az a remastered bőr. Tehát ez olyan puha bőrből van, ami hogyha majd bementek a Fashion Streetre, a budapesti Fashion Streetre, a Nike márka üzletbe, ahol kapható ez a cipő, javaslom, hogy nézzétek meg közelebbről, kicsit tapogassátok meg, sokkal kellemesebb, sokkal finomabb, látszik, hogy egy jó minőségű anyagról van szó. A cipőt 34.990 forintért megkaphatjátok, javaslom, nézzetek be és vessetek rá egy pillantást.